A Siófok elleni kiütéses győzelem után a Szolnoki MÁV FC együttesét látta vendégül a szombathelyi Haladás. Jól kezdte a mérkőzést a Hali, de Vecseri bedobását Tóth Barna csúsztatta meg, Tóth Dávid 6 méterről centikkel fejelt fölé, így kimaradt az első nagy helyzet. Egy perccel később a vendégek is bedobás után veszélyeztettek. Addig-addig pattogott a fejeken a labda, amíg Tamás László elé került, a korábbi Hali védő közelről fölé bombázott. A következő veszélyes bedobás már nem úszta meg a Haladás. Novák 4 hazai védőgyűrűjében lőtte ki a rövid alsót, így megszerezte a vezetést a Szolnok. A Haladás kicsit megzavarta a bekapott gól, de a második félidőre teljesen átvette a játék irányítását és beszorította a Szolnokot. A 65. percben óriási egyenlítési lehetőség maradt ki. Tóth Barna a kapus mellől okosan visszapasszolt Rásznak, aki az üres kapura bombázott volna, lövésébe azonban belevetődött az egyik szolnoki védő. A 80. percben aztán teljesen megérdemelten egalizált a Hali. Rácz a szokásos bicikli cselei után ballal ívelt be, a hosszú negyedül érkező Tóth Dávid pedig a kapu torkából bólintott a hálóba. A fiatal szombathelyi szélső a saját testi épségét sem kivélve ugrott a legmagasabbra és fejelt a léc alá. A remekül hajrázó Haladás akár a győzelmet is megszerezhette volna a hajrában. Meggyes ugratta ki Tóth Barnát, a csatár azonban nagy helyzetben kapu mellé pöckölt. A Haladás nagy erőket mozgósított a második félidőben, de ezúttal be kellett érnie az 1-1-es döntetlennel a Szolnok ellen. El kell ismernem, hogy az utolsó 30 perc alapján jogos volt a Halinak a egyenlítése. Az első félidőben talán nekünk volt több lehetőségünk, ott lehet, hogy lezárhattuk volna a mérkőzést. Nem sikerült, jó hangulatú, jó mérkőzést játszottunk, én azt gondolom, jó propagandája volt az MB2-es bajnokságnak. A Haladás mestere, Mátyus János ezúttal a döntetlenen is elégedett volt. A Siófok, hogy nyilván magabiztosnak tűnő győzelmet arattunk, most az első volt az ellenfelünk szerezte, amiből elég nehéz mérkőzés kerekedett, de összességében azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten szereztünk egy pontot. Nagyon nehéz volt, jó csapattal játszottunk, küzdelmes mérkőzés volt, de szerintem megérdemeltük azt, hogy egy pont szombathelyen maradt. A szombathelyi Haladás legközelebb vasárnap este a Gyirmót vendégeként lép pályára.